vannak a hátul, Németország, Szlovákia, szóval egész világból. Kína, Japán, Brazília, Európa. Életképek, történetek, alkotótáborok. Matl Péter neves szobrász és festőművész, lebilincselő, humorral tűzdelt előadás keretében osztotta meg életpályája érdekes momentumait. A Munkácsy Mihály Magyar Házban megtartott rendezvényt a Munkácsy Magyarok Egylet szervezte, amely pár éves kihagyást követően újra kezdte tevékenységét. Már az első alkalommal is nagyon sokan jöttek el, és a mostani Matl Péter előadáson is szép számmal itt vannak a munkácsiak, nem csak munkácsiak voltak kíváncsiak ezekre az izgalmas beszámolókra, illetve beszámolóra, hanem máshonnan is, de itt nagyon-nagyon sok ismerős talál magának beszélgető partner az előadás után is, úgyhogy igen, sikeres. Péter ezeket a sztorikat, amiket ma itt hallhattunk, az ilyen alkalom akkor ugye elmondta, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne Péter, hogyha tartanál a Munkácsy Magyar Közösségnek élménybeszámolót a te világjárásaidról. És amikor volt az újraindulásnak az első alkalom, akkor Péter rögtön jelezte, hogy ő szívesen ő tartja a következő előadást, és összeállítja hozzá az anyagot, és szerintem nagyon-nagyon élvezetes volt, amit itt hallhattunk, láthattunk. Az MMI-t, amikor 2003-ban alapítottuk. Az alkalomra június 4-én a Nemzeti Összetartozás napján került sor. A trianoni békenap tiszteletére Matl Péter előadását az Ópusztaszeri Emlékparkban lévő, a magyar nemzet egységét szimbolizáló emlékművének bemutatásával kezdte. Ezt követően a különböző alkotótáborokban készült fotók segítségével Péter egy világ körüli barangolásra invitálta a jelenlévőket. Ezek a rendezvények erősítik az összetartozás érzését és a közösséget, fogalmazott a szobrászművész. Ez csak egy nagyon kicsi része annak, amit el tudnék mondani, csak mondjuk hangzatos az, hogy itt voltam meg ott, közben itt helyben is nagyon érdekes sztorik vannak, és nagyon jó művésztelepek. Meg szerettem volna osztani, hogy tudjanak róla, hogy legyen egy érdekes program ebbe a kulturális körbe, amiért érdemes elmenni. Hát, ha kedvet kap valaki más is, ki tudja, milyen bujkáló sztárok vannak itt körülöttünk, aki szintén elmesélheti a maga kis történetét. Sajnos egyre kevesebben vagyunk, de Popovics Pali barátom azt mondta, hogy ha 20-an leszünk, akkor 20-nak fogunk előadni. Nagyon fontos, hogy érezzük egymást, hogy itt vagyunk, értékeket tudunk felmutatni, és tudjunk egymásról. Így fogyatkozóan is, de gondolom ez a közeg, aki itt szerveződik, ez lehet, hogy visszahozza még azt a 90-es évekből fennmaradt baráti kört, amikor bálokat rendeztük, meg pesgett az élet, mindenki valamit kitalált, dalt, vicceket, meg különlegességeket, finomságokat hoztunk az asztalra. Nem volt semmi otthon, de mégis csak terül-terül asztalka volt. Később ez valahogy így elsatnyult, de most megint ugyanilyen nehéz körülmények között vagyunk, úgyhogy szerintem nagyon fontos ez az emberek lelkének a formálása most ebben a nehéz időben. A helyi magyarság örömmel fogadta a Munkácsy Magyar Egylet újjáéledését, és bizakodva várja az érdekesebbnél érdekesebb programokat. A közösségi élet egy megtartó erő, fogalmazott Popovics Pál. Egy nagyon tartalmas és érdekes előadásra részt vehettünk. Részemről, ami új információt úgy begyűjtöttem a Matl Péterről, hogy nem gondoltam, hogy ennyi helyen megfordult a világba. Tehát gyakorlatilag mindegyik kontinensen, és tényleg olyan ország, Brazília, Kína. Számomra ez nagyon érdekes volt. Gondolom, hogy lesz folytatása, és még fog nekünk mesélni dolgokról.
Péter Munkácsnak az egyik nevezetesség, ezt nyugodtan elmondhatom, úgyhogy nincs olyan ember, aki ne ismerni őtet. Szobrait ismerem, ugye ne soroljon végig, Vereckei emlékmű, stb. Ez egy élet út tényleg, hogy irigylésre méltó. A Munkácsi Magyar Egylet úgy újraindult, szerintem ez egy nagyon jó dolog. Bevallom őszintén, hogy ami volt 10-15 évvel ezelőtt, valahogy úgy alakult az élet, hogy én nem vettem részt, de most szívesen benne vagyok, és hát támogatom, illetve hát szeretnék részt venni benne, és amiben tudok, abba besegítek. Remélem, hogy még lesznek előadások, híres emberek is megfognak minket, tehát tisztelni jelenlétükkel. Megérintett az, amikor elkezdett arról beszélni, hogy kezdett faragni, és hogy volt egy vágya. Nem csak a tragédiáról szabad beszélni június 4-én, hanem arról is, hogy ennek ellenére mi vagyunk, elszakítottságban is vannak, működnek a közösségeink, és a Munkácsi Magyar Egyletnek is az a célja, hogy a fogyik is a közösségünk, de összefogja, alkalmakat adjon arra, hogy az emberek eljöjjenek, meghallgassanak, megnézzenek egy vívós előadást, és utána se szaladjanak haza, hanem beszélgessenek, mint ahogy most is ezt teszik. És szerintem nekünk mindenütt, ahol magyar közösségek vannak, azon kell dolgozni, hogy a közösségben érezzék jól magukat az emberek, mert az egy megtartó erő. Idén 3 éve nyitotta meg kapuit a Munkácsi Mihály Magyar Ház. Ez idő alatt érdekes és változatos programoknak otthont adó kulturális központtá vált. Mikor sikerült megnyitnunk a házat 3 évvel ezelőtt, akkor pont június 4-ére esett ez a nap. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül, hiszen mi azt szerettük volna, hogy egy olyan házat, kultúrpalota legyen, ahol tényleg összejönnek az emberek, nem csak a magyarság, más nemzet is, tehát az itt élő ruszinok, svábok, ukránok, románok, stb. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy helyet adjunk rendezvényeknek, és ez a mai nap is, én azt gondolom, egy kalandozás volt, hiszen Mató Péter, mint szobrász, bemutatkozott, elmondta az életútját, a művészetét, ő hogy élte ezt meg, és mi nagyon szeretjük a Pétert. Én azt gondolom, hogy ő az a művész, aki nem csak Kárpátalján lehetünk büszkék, hanem tényleg az összmagyarság is, és nagyon fontos, hogy legyenek ilyen emberek, ilyen világító emberek, mint amilyen a Péter. Mató Péter élménybeszámolója után a jelenlévők egy baráti beszélgetésen vettek részt. Azt követően meggyújtották a nemzeti összetartozás tüzét.